Halloween-i akció a FIFA Coin Zone-nál. Ha a Bazsi kuponkódot használod, minden vásárlásod után 15% kedvezményt és plusz 10% FIFA Coin kapsz. Na szevasztok srácok, itt vagyunk egy újabb Hunter Project részben, viszonylag régen volt már, úgyhogy folytatni kéne a dolgokat. 5. rész, és már van 3 gold játékosunk, elég szép a csapatunk eddig. Nem titkolt célom az, hogy akár ma az első rare gold játékos is bekerüljön a csapatba, habár mondjuk nem lesz könnyű, de akár ez is sikerülhet. Viszont én úgy gondolom, hogy akkor kezdjünk bele, és próbáljuk meg megnyerni az első mérkőzésünket ma. Na, meg is van az első ellenfelünk. Ez egy, hát van 4 Shakhtar játékos, azt igazából ennyi. Amúgy 53-as chemistry, hát nem tudom, hogy mi lesz. Remélhetőleg sikerül nyerni és sok fejlesztést szerezni majd. Hol a védelem? Úgy van, gyönyörű kacsárt. Mózes, fúzd meg! Megvan Mózes, azaz. Hát nekem így is jó, oké, az a lényeg, hogy gólt szereztünk, király. Hú! Visszapasszoltam volna Hunternek, de már bepattant a védőről. Viktor Mózes éj elvileg a gól. Gyakorlatilag nem tudom, hogy öngólnak számolják el. De hát ez mindenképpen az volt. Hunter! Ott van! Így van, 2-0 Alex Hunter a gólszerző, végre! Gyönyörű, nagyon kellett ez a gól, Hunter papa. Oh, szép volt. Fél időben jól állunk, 2-0 ide. Hát a labdabirtoklásunk elég nulla, de amúgy sokkal jobbak vagyunk, mint az ellenfelünk. Illene nyerni. Gyönyörű. Közepén ott a Hunter. A Hunter pedig a Julio Cesar kezébe fejel, de szép volt pedig. Az Hunter üres. Hosszú. Jó, az viszont még megfogja ez az állat. Hát mit csinál ez? Uha, azt nagyon benyaltuk. Uccarelli belövi. Nem, Pau López gyönyörű védés. Még esetleg ki is tudnánk onnan hozni. Jó játék. Mács. Picsán lőtte az Adamát. Óriási megoldás. Azt lövés. Julio. Ó, mekkora olló volt Meloni, de megint ott volt a kapus, meg egy védő pluszba. Rohadjanak ketté. Az Hunter. Fú, gyerek, hogy találtad ezt el? Na mindegy, nyertünk. 2-0 a végeredmény, Alex Hunter a meccsembere. Ez jó látni, ugyanis ez plusz egy fejlesztés. Egy fejlesztés a győzelemért, egy fejlesztés a Hunter gólért. Illetve hát akkor egy fejlesztés a Man of the Matchért, ez 3 fejlesztés összvisz. Na srácok, 3 eléggé jó kis non-rare játékos fog érkezni, az egyik nem más, mint Dou Koure, vagy hogy ejtik, ő jön Jordan Mucs helyére, mindenben jobb nála, Leroy Fer, személyes kedvencem itt a támadó középpályán, jön Meloni helyére, illetve a védelem közepére Gilobogi érkezik, méghozzá Kacsárt barátunk helyére. Összességében én úgy nézem, hogy ez egy eléggé szép kis csapat, 4 fejlesztés kell ahhoz, hogy full arany legyen az egész, remélhetőleg ez a következő mérkőzésen össze is fog jönni, úgyhogy nézzük is az ellenfelünket. Na meg is van a mai második és egyben utolsó ellenfelünk, neki is van egy Alex Hunterje, és ő a Hull Cityben nyomatta vele. Az az Alderweireld mit keres ott elől? Hát ez egy eléggé nagyon érdekes csapat. Mindenképpen nyerni kéne. Hunter. Majdnem gollal kezdtük. Hunter. Óriási védés kapustól. Be kell lőni. Így van Alex, gyönyörű. 1-0. Ó, most megkönnyebbültem. Nagyon kellett ez a gól. 11. perc, már is vezetünk, ami nem egy rossz dolog egyáltalán, sőt. A srác esküszöm kurva jól támad, de védelemben semmi köze nincs a játékhoz, hallod? Óriási játékos. Védekezni nagyon nem tud, támadni meg nagyon tud. Az jó Hunter. Belelövi a kapus kezébe, vágod? Középre. Aj, de szép volt pedig, az egy assziszt lett volna Huntertől, hogyha bemegy. Jó, Hunter, be kell lőni, így van, 2-1. Második Hunter gól. Jó, nem kéne több gólt kapni, ez lenne a fő cél. Meg hát még lőhetnénk egyet-kettőt, mert a védelme a gyereknek katasztrofális. De mondom, támadásba? Hát megállíthatatlan. Úgy van a harmadik, igaz, hogy Hunterrel akartam volna, de Adama is megteszi. 3-1.
Na ez így már korrekt. Hunter mester 3-as ér. Lőd be. Így van, király 4-1, Alex Hunter mester 3-as. Na ez az, ami kell nekünk ide. Így van. Óriási. Hunter. Fair, baszki, hát imádlak, szeretlek, de anyádat. Hát ezt kihagyni. Hunter. Rucsubucsu ott a kapuba, baszki, rohadjál már ketté. Hát 80-0 lenne. Az fej. Azt a kurva, mekkora kapufa. Fél időben kicsit dominálunk amúgy. 61% labdabirtoklás, 16 lövés, 12 kapura, az nem rossz. És az ellenfelünk pedig ki is lépett, ez pedig egy első félidős rage quitnek mondható, ugyanis még nem kezdtünk bele a másodikba. Nekem ehhez már megint papír kell, esküszöm. Nem bírom már a fejbe. Hunter meccsembere úgy nézem 10.0-val, így van az egy fejlesztés. Hunter 3 gól, az plusz 3 fejlesztés. És mivel ez egy mester 3-as, az plusz 2 darab fejlesztés, úristen. Jó, győzelem az egy fejlesztés, ha jól látom. És az első félidős rage quit, várjál, csak nézem a szabályokat, az meg 2 fejlesztés. Az összeadva annyi, mint 5, 6, 7 és 9, baszki. 9 fejlesztés 45 perc alatt. Az korrekt. Na, menjünk fejleszgetni. Olyan csapatot rakok itt össze, hú-hú! Na, srácok, mai cél teljesítve, ugyanis az volt a cél, hogy legalább egy rare player kerüljön be, mármint rare gold, bekerült 5, vagyis be fog kerülni, viszont először ne lépjél ki, hanem nézzük a non-rare gold játékosainkat. Kapuba egy Gomez teszek, ugyanis őt én nagyon kedvelem, és nálam jó szokott lenni. Középső középhátvédnek egy viszonylag jó statisztikákkal rendelkező Ilori nevű portugál úriember kerül Ben Mee helyére, aki amúgy rohadt jó. Mármint Mee. Ilori nem tudom, hogy mennyire jó. Először úgy volt, hogy Trippier fog bekerülni rightback pozícióba, viszont nyitottam azt hiszem egy Darmiant, így is van. Ezért én úgy gondolom, hogy ő most bekerül, ugyanis hát azért jobb statisztikái vannak, mint Trippiernek, úgyhogy ő is a csapattagja lett. És végül, de nem utolsó sorban, non-rare játékosok közül Nathan Redmond az, aki be fog kerülni. Nem olyan kiemelkedő játékos, a fizikális dolgai nem túl jók, viszont amúgy gyors és jó a labdavezetése, beadni meg mindenki tud. És akkor jöjjön egy kicsit az érdekesebbik része. Megmondom őszintén, nem tudtam olyan nagyon hüde, nagyon értékes játékosokat vásárolni. Ezt most szépen megmondtam. Na mindegy. A lényeg, hogy lesznek itt kicsit drágább, mint például Smalling, azt hiszem 20.000 coin, így van. Illetve hát olcsóbb játékosok, mint például Emre Can, aki 3500 volt, viszont nagyon jó szerintem. Úgyhogy őt be is dobjuk a mély vízbe, méghozzá Joe Allen helyére. Középpálya közepére érkezik még a félisten Fernandinho, minden statisztikája 75 fölött van. Azért az óriási. Ő 9000 coin volt, annyira nem vészes. Nagyon szeretem a srácot, remélhetőleg jó is lesz majd. Itt jön Doucouré helyére. Left wing pozícióba érkezik Theo Walcott, őt is nyitottam egy csomagból, és hát egész jó kis statisztikái vannak, meglepődtem amúgy, hogy amellett, hogy gyors, még jó is a lövése, illetve fizikálisan se olyan rossz. Úgyhogy egy korrekt kis kártyát kapott a srác, egyértelmű, hogy be is kerül Victor Moses helyére. Left back pozícióba a játék legjobb BPL leftbackje elvileg, besorolás szerint Azpilicueta fog érkezni, hát igaz, hogy nem jobb sokkal, mint Holebas, de elvileg jobb. És akkor végül, de nem utolsó sorban Gilobogi helyére érkezik a csapat eddigi talán legdrágább játékosa, Chris Smalling. Hát ezekért a statisztikákért azért fizetni kell, igen, óriási játékos. Mindenben jobb, mint Gilobogi, kivéve lövésben, de hát középhátvéd kit érdekel. Úgyhogy jelenleg így nézünk ki, és én azt mondom, hogy nagy az esély arra, hogy a következő lesz az utolsó rész. Meglátjuk, hogy milyen formában leszek, és hogy jönnek majd a gólok, de számítsatok rá, hogy lehet, hogy ez lesz az utolsó majd. Viszont srácok, mára ennyi lett volna, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogyha tetszett, akkor jelezzétek egy lájkkal, illetve iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem tettétek volna meg, és hamarosan találkozunk a következő részben, szevasztok!